Jó napot kívánok! Tisztelettel üdvözlök mindenkit, üdvözöllek gyerekek benneteket. Takács Izabella vagyok, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumból, Szabadkáról. A mai órán szerencsétekre egy nagyon könnyű és egyszerű, már sokszor ismételt tananyagról fogunk beszélni. Egy picikét talán bővítve, hogy bővítsétek azért az ismereteiteket ezen a téren is. Ez pedig a mondatfajtáknak tulajdonképpen a felosztása lesz. Ezen belül is hangsúlyosan ugye a modalitásról szólunk, a felosztás pedig ugye csak kategóriáként fogom nektek említeni. Tehát egy emlékeztető ismétlő órát fogtok látni. Hogyha nyelvi egységeket elemezzük, a nyelvi egységeket figyeljük meg, akkor ugye az építkezés mindig a kicsitől indul a nagy felé. Így a legkisebb elemünk a fonéma lesz, a megnevezés. Ez talán nem árt, hogyha ezt az első oldalt valahogy bevésitek a fejetekbe. Ugye a fonéma az tulajdonképpen egy megkülönböztető egység, egy jelrész. Tehát ilyennek tekinthetjük például a fel, fél, fül, fal szó esetében is, hogy láthatjátok, hogy ez a magánhangzó, ami szerepel, jelentés megkülönböztető funkcióval van jelen ezekben a szavakban. A morfémát azt a legkisebb nyelvi jelnek nevezzük. Ez például, hogyha azt mondom, hogy védelem, vagy azt mondom, hogy biciklinek, akkor láthatjátok, hogy ezek a morfémák, ezek már ugye azok a toldalékok, amelyekkel ismerkedtetek. Tudjátok, hogy ezek a toldalékoknak különböző fajtái vannak. Három fajtáját ismeritek, ugye a képzőt, a jelet és a ragot, mint ami a naknek is. A lexémák, a nagyobb egységek esetében, ezek már önálló jelentésű nyelvi egységek, ezek tulajdonképpen a lexémák, mint ahogy a neve is mondja, ezek lennének tulajdonképpen a szavak, a szótári szó, ami bekerül a szótárakba is, tehát tanárlepke, asztal, bármi, amire ránéztek és megnevezitek, vagy pedig elgondoljátok. A szintagmák, azok már fogalomjelölőek. Ez pedig ugye a szintagmák kapcsán, szószerkezetek kapcsán már beszéltünk, tehát hogyha azt mondjuk például, hogy jó természete van, panaszkodik a hidegre, ezek azok a szószerkezetek, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz, és akkor ami nem fért ide, az a legnagyobb egység, amiről ma is beszélünk, ez pedig ugye a mondat lesz, az pedig már egy nyelvi elemekből és szabályokból létrehozott nyelvi forma, egy önálló nyelvi forma, ami például ami a nyilatkozatban, a beszédnek a legkisebb egységében nyilvánul meg, ugye beszéd folyamán. A mondatról mi az, amit még tudnotok kell, néhány ilyen alapgondolat, amit ideírtam, az ugye, hogy a szövegnek és a beszédnek is egységét képezi, attól függ ugye, hogy írott vagy pedig kimondott mondatokról szólunk. Kapcsolatot is teremt a hallgató és a beszélő között, és most itt értem az írott szövegekre is, hiszen az írott szöveg is ugye az olvasóhoz szól. A közlést azt mindig valami fajta jelentésmozzanattal fogja bővíteni, és kifejezi azt is, hogy milyen nyelvi igényességgel szólalunk meg, vagy pedig írjuk le ugye a gondolatainkat. Tehát a mondatról ezeket a lényeges dolgokat kell tudnotok. A mondatani jellemzés is ide tartozik tulajdonképpen a mondatoknak a kategóriájához, ez pedig a mondatok fajtájának, alkotóelemeinek, ezeknek az egymáshoz való szintaktikai viszonyának az ábrázolását szolgálják a mondatani jellemzések. A mondatok felosztása modalitás szerint, ez már az a sokszor átvett tananyagotok, amit már tudtok az általános iskolából is, csak ismétlésgyaránt felsoroltam, amit nektek, az pedig a kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító és óhajtó mondat. Ugye, ami fontos és ami meghatározza őket, és mindig elmondom, hogy a mondat elején nagybetűvel kezdjük, írásjellel fejezzük, kijelentő mondat végén ponttal, kérdő mondat végén kérdőjellel, és mint láthatjátok, a felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondat esetében pedig a felkiáltó jelet fogjátok használni. Akkor a kijelentő mondat, ahol már nézem, hogy ott vannak a pontok rendesen, tehát a kijelentő mondat az egy nyugodt hangú megállapítás. Tehát közlünk valamit, tájékoztatunk, kifejezünk, ennyi lenne ugye a lényege. Például, hogyha azt mondom, hogy ma nagyon jó napom van, akkor ez egy tény,
közlés tulajdonképpen, ami lehet tulajdonképpen kijelentés, és lehet nem tényközlő is. Ez pedig, amikor feltételes mód is szerepel az állítmányban, például, hogyha azt mondom, hogy vehetnénk valami finomat. Ugye ez is csak egy kijelentő mondat, függetlenül attól, hogy ott van benne a feltételes módnak a jele. Az pedig, hogy üres volt a táskám, ez pedig ugye tulajdonképpen érthető és értelmezhető, hogy ez egy egyszerű kijelentést tartalmazó mondat. A kérdő mondatok, ugye ezekkel kérdést teszünk fel, tehát valami fajta interakciót várunk az olvasótól vagy a hallgatótól, valamilyen visszajelzést. Ezek a kérdések, amelyeket felteszünk, ezekről talán nem beszéltetek bővebben sokszor, ezek lehetnek kiegészítendő kérdések, eldöntendőek, választóak, és lehetnek nyitott kérdések is. Na most talán erről egy kicsit bővebben. Milyen a kiegészítendő kérdés? Tehát itt valamiféle hiányos információt szeretnénk kiegészíteni, illetve kiegészítést kapni erre a hiányos kérdésünkre, és tartalmaz többnyire kérdőnévmást is, például, hogyha azt mondjuk, hogy hogy sikerült. Ugye a válaszoknál ilyenkor általában szintagmákkal válaszolunk, tehát szókapcsolatokkal, azt mondjuk, hogy jól sikerült, rosszul sikerült, tehát általában ugye erre a kérdésre röviden válaszolunk. Az eldöntendő kérdést, itt ugye használhatjuk az e partikulát is, ez az elkérdő szócska, ez is egy furcsa szerepű kérdőszó a mondatainkban. Ugye, hogyha hozzátesszük, arra mindig ügyeljetek, hogy mindig a kis kötőjelecskét használjuk előtte, nem nagyot, vagy pedig nem felejtjük el, ami szintén néha szokás szokott lenni. Ugye például, hogyha fölteszem az eldöntendő kérdésnél, hogy íz lett az ebéd, akkor ezt a kérdést úgy is fel tudom neked tenni, hogy íz lett-e az ebéd, és akkor is ugyanabban a funkcióban, ugyanabban a szerepben van, de mint láthatjátok, el is hagyhatjuk. Az íz lett az ebédnél, ugye mivel tudunk válaszolni? Mivel, hogy eldöntendő kérdést tettünk fel, ezért ilyenkor az igen vagy a nem fogja ugye eldönteni, hogy hogyan válaszolunk ezekre a kérdésekre. A választó kérdésekben, mint látjátok, ugye ott van ez a vagy szócska. Amikor feltesszük azt, hogy tanultál vagy nem, akkor is tudsz igen nemmel válaszolni, de el kell döntened ugye ebben a válaszban, hogy mire válaszolsz, vagy azt mondom, hogy busszal vagy vonattal mész haza. Ugye ez is egy választó kérdés, tehát a válasz lehetőségét adja meg a hallgatónak. A nyitott kérdésnél mindig tartalmaz egy kérdőnévmást, például, hogyha azt mondom, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Ugye ez a nyitott kérdés, ez tulajdonképpen egy magyarázatot vár a hallgatótól, vagy olvasótól. Ugye gyakran szoktak ilyen költői kérdéseket is feltenni az irodalomban, az irodalmi alkotásokban. Ezek a költői kérdések is tulajdonképpen olyanok, amelyek egy hosszabb kifejtést igényelnek, tehát hosszabb mondatokkal kell válaszolnunk rájuk. A felkiáltó mondatok, azok valamilyen érzelmet fejeznek ki. Ezek is lehetnek tulajdonképpen kétfélék, és az első kettőnek a kombinációi. Lehetnek olyanok, amelyek indulatszót tartalmaznak, például jaj minden cselszövőnek, ez egy idézet, vagy indulatszó nélküli tagolt mondatok, amikor azt mondjuk, hogy milyen jó zavartalanul olvasgatni. Most nem úgy hangsúlyoztam, milyen jó zavartalanul olvasgatni, ezt is használhatjuk, ugye, hogyha nem használunk bele indulatszót, és tudunk olyat is, amikor mind a kettőt kombináljuk, hogy jaj, de jó, hű, de jó nekem, vagy hű, de szeretném ezt megkóstolni, tehát akkor mind a kettőt használjuk ezekben a mondatokban. Az óhajtó mondat, hát tulajdonképpen, mint az óhajaink is, ahogy mondják, ugye ezek vagy megvalósulnak, vagy sem. Ezért lehetnek megvalósulhatóak, és lehetnek megvalósulhatatlanok, egy gyönyörű szép szóval kifejezve. Megvalósulható, csak sütne már a nap, ez mondjuk ma megvalósult, vagy pedig amit nem tudunk megvalósítani, bár ne jött volna el hozzánk, de ugye megvalósíthatatlan, hiszen már ott van. Az állítmány az tipikusan feltételes módban van, ugye, gyakran van benne kívánságot kifejező partikula, ezek a bárcsak, vagy pedig indulatszók is gyakran szerepelnek ezekben az óhajtó mondatokban, és hasonlít egy kicsikét a kifejezésében, prozódiailag, ugye, ahogyan ejtjük, dinamikájában, a felkiáltó mondatra.
A felszólító mondat az egy kérést, egy biztatást, egy felszólítást, vagy pedig egy parancsot fejez ki. Tehát azért van felsorolva mindegyik, mert ugye általában, ha azt mondjuk, hogy felszólító mondat, akkor mindig arra gondolunk, hogy csak felszólítást tartalmaz, de nem csak felszólítunk, hanem parancsot, utasítást is kapunk. Gondoljatok csak például ugye ezekre a főnévvel vagy főnévigenévvel alkotott mondatokra, tagolatlan mondatokra, hogy futás, leülni, hány ilyen felszólító mondatot hallottatok már például tesi órákon is, ugye. Lehet második személyű felszólítás, ritkábban többes szám első személyű, amit szoktunk mondani, hogy ritkán szoktuk önmagunkat felszólítani. Tehát, hogy én tegyem meg azt. Tehát ritkább az önmagunk felszólítása, inkább ugye más szoktunk felszólítani. Akkor egy másik felosztása, ugye ez volt a mondatoknak a felosztása logikai minőség, vagyis a modalitás szerint, a tartalma szerint, logikai minősége szerint is a mondatokat feloszthatjuk. Mindegyiket, tehát minden egyes felsorolt mondatot, amit hallottatok, lehetnek állítók és tagadók. Tehát a kérdések, a felszólítások, tehát mindegyik lehet állító és tagadó. Az állítók azok ugye egy állító feleletek tulajdonképpen, nincs benne tagadó szó vagy tiltó szó, mindaz, ami ugye a tagadókban pedig megtalálható a tagadó mondatokban. Ezek már ugye a ne, nem tagadószót tartalmazzák, illetve ezeket vezetik be a mondatokba, és ezeknek szoktuk egy alcsoportjaként említeni a tiltó szókat, ahol pedig ugye itt a nem és a sem, itt pedig a ne és a se. Tehát amikor valamit megtiltunk valakinek, akkor pedig a ne és a se lesz az, amivel a tiltást ki fogjuk fejezni. Mind az öt mondatfajta, amit az imént felsoroltunk, ugye lehet állító-tagadó, akkor ezek mellett, a tagadószók mellett beszélhetünk tagadó igékről is. Tehát vannak ilyen igéink, hogy nincs, nincsennek, sincs, vagy vannak tagadó névmásaink is, hogy senki, vagy semmilyen, és tagadó határozó szókról is beszélhetünk, amikor azt mondjuk, hogy sehol, semmikor, sehogyan. Felkiáltó állító mondataink is lehetnek, mi édes az élet, ezek már a kombinációi ezeknek a mondatoknak, vagy felkiáltó tagadó mondat, te sem termettél ám szakácsnak, édes fiam. Például ilyeneket is találhatunk. Nyelvtani szerkezet szerint pedig ugye a mondatokat elsődlegesen egyszerű és összetett mondatokra osszuk fel. Az egyszerű mondatok azok ugye egy predikatív szerkezetből állnak, tehát egy alany állítmányi szerkezetből állnak, ezek lehetnek tagoltak és tagolatlan mondatok, de ez már nem a mai tananyagnak az egysége, csak mivel ugye a mondatok felosztásáról beszélünk, ezért szükségesnek tartottam, hogy egy kerek egészben lássátok, hogy mi alapján is kategorizáljuk a mondatokat, és mi alapján kell őket elemeznünk. És vannak ugye az összetett mondataink, amelyek egynél több predikatív szerkezetből állnak, illetve vannak a többszörösen összetett mondataink, amik pedig két predikatív szerkezettől több alanyállítmányi kapcsolatot tartalmaznak, amelyek lehetnek ugye szerves vagy szervetlen összetételek. Az összetett mondatok pedig ezen belül lehetnek alárendelőek és mellérendelőek, de ezek ismét egy következő tananyagnak lesznek majd a témái. A mellérendelőeknél ugye a kapcsolatos ellentétes választó, a következtető és a magyarázó típusairól fogtok majd beszélni, illetve hallani egy órát. Én ezzel megköszönöm a mai órán a figyelmeteket. Remélem sikerült átismételnünk és összefoglalnunk egy kicsikét a mondatok felosztása kapcsán, amiket az eddigiekben is már tanultatok, illetve talán kibővíteni néhány új keletűbb információval is a tudásotokat. Én megköszönöm a figyelmeteket, minden jót!